Az év hetedik hetében már jócskán az influenza szezonban szoktunk járni, most mégis szinte elenyésző a megbetegedések száma. A koronavírus talán egyetlen pozitív hozadék, hogy idén nem lesz járvány, mondja Kovács Klára bátaszéki házi orvos. A vírus elmaradása többek között annak köszönhető, hogy a COVID-19 terjedésének megállítása érdekében bevezetett védelmi intézkedések, például a maszkviselés vagy a házi karantén csökkentették az influenzás betegségek számát is. Az idén a járvány elmarad előreláthatólag, mert maszkban járunk, tehát a légúti fertőzések terjesztésére nincsen mód. Ez a néhány beteg, aki hetente jelentésre kerül a megyébe, ők nem tudják továbbadni a fertőzést. Barna Györgyi tolnai háziorvos is azt mondja, az elmúlt napokban sok gyermeket látott el influenza-szerű tünetekkel, influenzás beteggel azonban elvétve találkozott, pedig ilyenkor szokott megugrani a betegek száma. Úgy véli, ebben az is közrejátszott, hogy a koronavírus járvány miatt jobban odafigyelnek az emberek a vitaminpótlásra, és a különböző óvintézkedések is elejét vehetik a betegség terjedésének. Ráadásul tavaly többen kérték az influenza elleni védőoltást is. Barna Györgyi saját körzetében 30-40 gyermeket oltott be. Ebben például a maszkviselés az biztos, hogy szerepet játszik, hogy részben, hogy nem tudjuk úgy átadni a fertőzéseket. Részben meg a COVID miatt olyan szigorúak az intézményekben a szabályok, hogy tényleg a legkisebb tünetek esetén is otthon kell maradni, ezért kisebb az átadási lehetőség talán. A Nemzeti Népegészségügyi Központ friss adatai szerint az év 5. hetéig 14 új esetet regisztráltak Tolna megyében, míg tavaly ilyenkor már több mint 290-en kapták el az influenzát igazolhatóan az országnak ezen a részén.